A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, amint az szól hozzánk. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, az első rész, első 10 verséből, amelyet leülve is figyelemmel hallgassunk meg. A második Timóteusi levél első részéből így szól hozzánk Isten igéje. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola. A Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint. Timóteusnak, szeretett gyermekemnek kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól és a Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Hálát adok Istennek, akinek őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel szolgálok, amint szüntelen megemlékezem rólad imádságaimban éjjel és nappal. Könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jut a benned levő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban, majd anyádban, Eunikében lakozott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezem rátétele által van benned. Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem vállald velem együtt a szenvedést az evangéliumért, Isten ereje által, aki megmentett minket, és elhívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amelyet örök időknek előtte adott nekünk Krisztus Jézusban. Isten áldása kísérje az ige olvasását, szívünk befogadását és annak megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Istenünk, akkor, amikor fel van bojdulva ez a világ, amikor kétségbeesés, pánik hangulat van sok országban, köszönjük, hogy mi eléd jöhetünk, és te készítesz számunkra az ige asztalánál táplálékot, eledelt. Köszönjük, hogy te a lelkünket akarod megmenteni. És hadd imádkozzunk most hozzád ezen az alkalmon azért, hogy a mi lelkünk megmentett lélek legyen. Hogy mindaz, ami előttünk áll, az ne félelemmel töltsön el bennünket, hanem benned vetett hittel és bizalommal tudjuk megélni mindazt, amit elkészítettél számunkra. Köszönjük a kegyelmet, ami hordozott bennünket. Köszönjük a békességet, amelyet kiárasztasz a tieidre. Cselekedd meg ezt most is, Uram. És ajándékozz meg bennünket azzal a lelki tisztán látással, amiben látjuk a te akaratodat, és nem engedjük, hogy elvakítson bennünket mindaz, amit az ördög szeretne ránk árasztani és ránk zudítani. Urunk, köszönjük, hogy nem kétségben és félelemben akarsz tartani bennünket, hanem meg akarsz ajándékozni a te lelkeddel, a bátorság lelkével, az erőnek, a józanságnak lelkével. Cselekedd ezt meg most is ezen az alkalmon. Légy kérünk jelen közöttünk, és ha látsz bennünket reménytelenül, elcsüggedve, erőtelenül, akkor jöjj segítségünkre, kérünk. Erősíts meg, és hadd emeljük fel a mi tekintetünket rád, akitől az életünket kaptuk, és akire rá is bízhatjuk a mi életünket. Kérünk, légy itt jelen közöttünk a te igéd és lelked által. Amen.
Istennek az az igéje, ami által szólni kíván hozzánk, megvan írva a második Timóteusi levél első részének 7. versében eképpen. Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Eddig a felolvasott ige. Köszöntöm a gyülekezetet a nyugodalom napján. Ezen a mai alkalmon nem egy újabb bibliai családdal fogunk foglalkozni, hanem arról szeretnék szólni, hogy milyen lelkülettel is éljük a mindennapjainkat, és milyen lelkülettel fogadjuk azokat a dolgokat, amik nap mint nap elérnek bennünket. Úgy hiszem, hogy ezekben a napokban erre most nagyobb szükség van. Azt hiszem, hogy olyan időket élünk, és egyre inkább afelé haladunk és tartunk, amikor a félelem, a félénkség, a kétségbeesés egyre inkább úrrá lesz embereken, közösségeken, sőt egész országokon. Nem minden esetben szoktuk mi ezt kimondani rögtön így az elején, hogy mi félünk. De úgy gondolom, hogy ismerős dolgok azok, amiket talán mindnyájan megtapasztalunk, amikor talán az elején még csak azt érzi az ember, hogy egy kicsit bizonytalan. Úgy meginog a hite, vagy meginog a bizalma. Az elején talán még csak azt érzi az ember, hogy úgy nem tud mihez kezdeni a dolgokkal, nem tud állást foglalni, nem tud dönteni dolgokban. Ez egyfajta bizonytalanság. A következő, amit érez az ember ilyenkor, hogy elkezd aggódni. Azok a dolgok, amiket lát, amiket hall, azok aggasztóvá válnak. Lehet, hogy okkal, lehet, hogy ok nélkül. És így egyre lejjebb halad az ember ezen az úton, és egyszer csak azt tapasztalja, azt érzi, azt látja magán, amit talán be is ismer, hogy félek. És ez az állapot, a félelem, a félénkség állapota nagyon mélyre tudja taszítani az embert. Innen a félelemből már csak egy kis lépés az az állapot, amikor az ember esztelenné válik. Amikor már nem tud tisztán gondolkodni, és nem tud józanon gondolkodni. Ma, ha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy emberek elkezdtek félni. Milliók félnek. Okkal félnek. Nagyon sok ember elkezdett fejvesztve vásárolni, fejvesztve menekülni. Bele se gondol azzal, hogy amit visz oda, arra a földre, vagy arra a részre, ahol nincs betegség, az beláthatatlan következményekkel jár. Pánik hangulat van a világban. És ebben a pánik hangulatban része lehet a hívő embernek is. Isten nem azt ígérte, hogy azok a dolgok, amik történnek a világban, azok minket nem fognak elérni. És az emberek nem tudják, hogy mi van, nem tudják, hogy mit tegyenek, végképp nem tudják, hogy mi lesz velük. Testvérek, ige hallgató emberek vagyunk, és azokat a dolgokat, ami jelenleg történik a világban, jó lenne az ige fényében látni. És nekünk ez hadd legyen a döntő. Hadd olvassam el, hogy mit mond Jézus ezekről a dolgokról a Lukács evangélium a 21. részében a 7. verstől. Megkérdezték tőle, Mester, mikor lesznek ezek, és mi lesz a jele annak, hogy ez bekövetkezik?
ő pedig azt mondta, vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket. Mert sokan jönnek az én nevemben, akik azt mondják, én vagyok, és hogy az idő elérkezett. Ne kövessétek őket. Amikor hallotok háborúkról és lázadásokról, ne rémüljetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. Majd így folytatta. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. És mindenféle nagy földindulások, éhségek és járványok lesznek. Az égen pedig ijesztő nagy jelek lesznek láthatóak. De ezeket megelőzően kezet emelnek rátok. És üldözni fognak titeket, és átadnak a zsinagógáknak, börtönbe vetnek, és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért. De ez alkalom lesz nektek a bizonyságtételre. Testvérek, olyasmiről beszél az ige, amit most élünk meg. Azt hiszem, itt van az ideje annak, hogy elkezdjünk hinni a Bibliának. És elkezdjünk hinni annak, amit Jézus előre megmondott nekünk, hogy ezeknek meg kell történniük. Bármennyire új dolog ez, bármennyire rettenetes dolog ez, Isten erről tud. És Isten tud az övéiről is. El kell hinnünk, hogy ez meg kell, hogy történjen. De ezt azért mondja Jézus, hogy azok, akik az övéi, azok higgyenek. Ne kétségbe essenek, ne féljenek, hanem a hitükben legyenek erősek, mert ezek a dolgok, amik bekövetkeznek, azért következnek be, hogy az övéi, azok bizonyságot tudjanak tenni Jézus Krisztusról. Mindenki bizonyságot tesz, csak nem mindegy, hogy miről, testvérek. Azt mondja Jézus, két dologra figyelmeztet. Ne dőljünk be a tévtanítóknak, akik ebből majd hasznot fognak húzni. Jönnek majd vészmadarak, akik kiabálni fognak, hogy ez a világ vége. Tele van a Facebook ezekkel az okos emberekkel. Azt mondja az Úr, ne higgyetek nekik. Mert van egy sorrend, amit az Úr előre elmondott. És arról is beszél az Úr, hogy ne kövessük ezeket az embereket. Nekünk van kit követni, Jézus Krisztust. És nem kell felülni minden rémhírre, és nem kell felülni minden olyan dologra, amivel ki akarnak billenteni a mi hitünkből bennünket. Azért mondja ezt az Úr, hogy higgyünk. Legyünk a helyünkön, a mi hitünkben. És világosan elmondja Pál apostol, hogy a félelem lelke nem az Istentől van. Nem az Istentől van. Az a lélek, az a lelkület, ami félelemben tartja az embert, az a gonosz munkájának a következménye. Az a szó, amit itt használ Pál apostol, az a görög szó, a deilia, az azt jelenti, hogy félénkség és gyávaság. Tudjuk, hogy mi ez. De ez nem az Isten lelkének a munkája, hanem ezt a gonosz munkája ki az emberekben, az emberi szívekben akkor, amikor az ember hitetlenné válik, amikor szeretetlenné válik, és akkor, amikor legyengülten, lelkileg legyengülten, nem az Istenbe kapaszkodik, hanem elkezd emberi véleményekre, meg emberi állításokra alapozni. Ennek a következménye ez a félénk
összetört és gyáva állapot. Egy olyan állapot ez, amiben az ember esztelenné válik, és a másik nagyon fontos dolog, hogy nem vállal felelősséget a tetteiért, a dolgaiért. Ez a félelem következménye. Azt mondja Pál, ezt nem az Isten adta. Nem az Isten adta. Mielőtt tovább mennénk, testvérek, hadd kérdezzem meg, hogy ott van-e a könyörgésünkben az, hogy Isten vegye el a félelem lelkét. Szoktuk-e ezt naponként megtagadni, a félelmeinket? Szükségünk van erre. Nekem is, mindnyájunknak szüksége van erre. A jövőben még nagyobb szükségünk lesz erre. Mert ha az Isten népe a félelem lelkével fog járni, jönni, menni a világban, az is egy bizonyságtétel lesz, csak arról, hogy az én Istenem nekem nem adott másot. És arról lesz bizonyságtétel, hogy az a lelkület, amivel élek, az a gonosztól van. Ennek a lelkületnek a gazdája a gonosz. És azt mondja az ige, arra int és arra bátorít bennünket, hogy ne adjatok helyet a gonosznak. És ebben benne van az is, testvérek, hogy ne adjatok helyet annak, amit a gonosz hoz. És hogyha ő ilyen lelkületet hoz, a gyávaság, a félénkség, a rémület lelkét, akkor ne adjatok neki helyet. Mit csináljunk? Imádkozzunk. És ha napjában 10-szer tör ránk a félelem, akkor imádkozzunk 20-szor. És ha 100-szor, akkor imádkozzunk 200-szor. Mert ha eluralja a szívünket a félelem, akkor az meg fog minket ölni. Sokkal inkább félni kell ettől, mint a vírustól. Sokkal inkább. Mert ha valaki megfertőződik a vírustól, az lehet, hogy túléli, lehet, hogy belehal. De mi lesz a lelkével? Nem az a kérdés, hogy lesznek-e közöttünk koronavírusos emberek. Valószínű, hogy igen. Van egy nagyobb kérdés. Azon túl, hogy létezik ez a vírus, és itt lesz-e köztünk. És az a nagyobb kérdés az, hogy van-e mennyei koronánk? Van-e olyan koronánk, amit nem vesz el senki? Se egy járvány, se egy félelem. Nagyon sokunk hite vizsgázni fog a jövőben. Vizsgázni fog. Sok országban már vizsgázik a keresztények hite. Amíg ezután fog. De Isten nem félelemben akar tartani bennünket, nem pánik hangulatot akar kelteni, hanem arra int bennünket, hogy van egy másik lélek. Van egy másik lelkület, amit viszont ő ad. Testvérek, aki a félelem lelkével él, az másokat is félelembe fog tartani, meg pánikoltatni fog. Ne higgyünk ezeknek az embereknek, és nem kell ezekre adni. Mit ad Isten a félelem lelke helyett? Az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Három olyan dologról van szó, testvérek, amire minden hívő embernek szüksége van. Amikor azt írja az ige, hogy az erő, szeretet és józanság lelkeit, nem a Szentlélekről van szó, hanem a keresztény embernek a magatartásáról van szó, amit a Szentlélek munkál ki benne. Isten lelkének a munkájáról, annak a következményéről van szó, hogy ilyenné tehet titeket az Isten lelke, ha jelen van a szívetekben. És megajándékozhat titeket egy erős, józan és szeretetteljes lelkülettel, amire meg szükségünk van mindnyájunknak. Az első az erőnek lelke.
amikor Isten megajándékoz különböző kegyelmi ajándékokkal bennünket, akkor rendszerint Isten ehhez ad erőt, hogy ezeket használjuk, ezeket megvalljuk, ezekkel éljünk. De azon túl, hogy Isten erőt ad ehhez, erővel mi még fogunk tudni terheket hordozni, és fogunk tudni elhordozni olyan embereket a környezetünkben, akiket egyébként nehéz elhordozni. Ehhez kell az erő lelke. De pusztán erővel nem lehet embereket Krisztushoz vezetni. Erővel nem. Ezért beszél arról Pál apostol, hogy az erőnek lelke mellé adja Isten a szeretet lelkét. Hogy mindazt, amiben erős vagyok, mindazt, amit kaptam az Istentől, a szeretettel, nem erőszakkal, szeretettel oda tudjam élni, tovább tudjam adni, és meg tudjam valósítani az emberek között. A szeretet lelke lesz az, aki megtanít engem arra, hogy amit kaptam Istentől, azzal, mindazzal áldássá legyek az emberek számára. Áldássá legyek. Nemrég volt szó Ábrám elhívásáról, és azon az igehirdetésen elhangzott az Isten ígérete. És az Isten ígéretei között olvasunk egy ilyet, hogy megáldalak, és a következő dolog, és áldássá leszel. Isten népének van egy ilyen feladata ebben a világban, hogy áldássá legyen. És áldássá úgy tudok lenni, ha Isten az ő szeretetét, a szeretet lelkét adja nekem. Nagyon sok ember rendelkezik olyan adottságokkal, ajándékokkal, amit az Istentől kapott. És mégse tud áldássá lenni a környezetén, a gyülekezetén, a családján, mert nélkülözi a szeretet lelkét. Erőszakkal akarja mindazt megtenni, amit szeretettel kellene megtenni. Amiben meglátom a másik szükségét. És az én mennyei ajándékaimból tudok neki adni, mert van erőm hozzá, csak kell hozzá a szeretet lelke. Amit erővel megtehetek, az nem lesz áldás. De amit szeretettel megteszek, azon lesz áldás. Hadd mondjam el ennek a bibliai alapját. Ha elkezdjük olvasni a Korintusi levelet, a 12. részben nagyon sokat beszél az ige azokról, a talentumokról, ajándékokról, mennyei ajándékokról, amit Isten ad az övéinek. És miről beszél a 13. rész? Arról, hogy ha az övéiben szeretet nincsen, akkor ez az egész semmit nem ér. Legyen ige magyarázat, nyelveken szólás, bármi egyéb ajándék, profétálás, nem ér semmit szeretet nélkül. És többször szó volt már erről, zengőjéc és pengő cimbalom leszek. És eljut oda Pál, hogy azt mondja, hogy egyenesen semmi leszek a szeretet lelke nélkül. Ajándék és szeretet. Isten lelke kész kimunkálni, hogy ezt a kettőt együtt tudjam használni. De nem mindegy az, hogy ezzel az erővel és ezzel a szeretettel mi hogyan élünk. És nem véletlen a sorban, hogy harmadjára hagyja Pál, hogy józanság lelkét. Olyan lelkületről beszél az ige testvérek, amit csak Isten lelke tud kimunkálni. Ez jelenti az értelmes, bölcs, megfontolt, tisztán látó gondolkodást. Jelenti a felnőtt fejjel való gondolkodást. És a józanság lelke az mentes minden kapkodástól,
minden fejvesztve való meneküléstől, és mentes minden gyermeki bolondságtól. Isten ezzel a hármas lelkülettel szeretne megajándékozni bennünket. Erő, szeretet és józanság lelke. Mihez kell ez? Nem véletlenül olvastam fel azt, amit a Timóteusi levélben tovább ír Pál, és nem véletlenül mondja el Jézus az utolsó időkkel kapcsolatban, hogy mihez kell ez. A bizonyságtételhez. Egész egyszerűen azt mondanám, hogy ahhoz, amit nap mint nap meg fogunk élni, az bizonyságtétel. Ahogyan megéljük, az bizonyítja azt, hogy milyen lelkület van bennünk. Hogy a félelem lelkéről teszünk bizonyságot, vagy az Isten lelkének a jelenlétéről, ami megerősít, ami szeretettel tölt el, és ami megajándékoz minden helyzetben keresztényi józansággal bennünket. Testvérek, mindenki arról tesz bizonyságot, amilyen lelkület lakik benne. Nem tudjuk ezt eltitkolni. Nem fogjuk tudni eltitkolni. És hadd mondjam el azt, hogy Isten azért adja elénk ezeket a dolgokat, mert szeretném megláttatni, hogy nekünk lelkület cseréjére van szükségünk. Mert ha a félelem lelkével élünk, az egy pusztító dolog. A sokkal többeket pusztított már el, mint bármilyen járvány. Sokkal többeket. De ha az Isten lelke jelen van, akkor az megtanít bennünket élni, és megtartja a mi lelkünket. Azért adja Isten az igét, mert arra tanít a Biblia, hogy ezáltal megtarthatjátok a ti lelketeket. Ha megfogadjátok. A megtartott ige fog megtartani. Ez így hangzik, egyszerűen. Amit nem tartok meg, az engem se fog megtartani. De az, amit megtartok, és az szerint fogok élni, az képes és kész engem megtartani. Testvérek, hadd legyen kérdés, hogy milyen a mi bizonyságunk a napokban. És milyen bizonyságtevők akarunk lenni ezután. Isten népét sem kerülik el nehézségek. Nem kerülik el azok a dolgok, amik arról szólnak, hogy ez a világ a vesztélybe rohan. Nem kerülnek el minket. De megtanítanak ezekben a helyzetekben bölcsen, Isten lelkével élni. Nekünk erre van szükségünk. Én nem tudom megígérni senkinek azt, hogy nem lesz semmi baja. Én még magamnak se tudom ezt megígérni. Se a családomnak nem tudom megígérni. De azt tudom, hogy minden helyzetben bizonyságtevők leszünk. Akár arról, hogy félünk, akár arról, hogy bízunk. És az Isten lelkével élünk. Hadd láttassa meg az Úr velünk azt, hogy milyen lélekkel járunk és élünk. És hadd biztosson Isten bennünket arra, hogy kérjetek! Kérjetek! Amikor hiányát, szükségét érzitek a bátorságnak, a reménységnek, akkor kérjetek! Amikor félelmek lesznek úrrá, kérjetek! Használjuk ki azt, amit Isten mondott nekünk. Mert aki kér, az mind kap. Ez ígéret. Aki kér, az mind kap. Isten megőrzi az övéit, különösen az ő lelküket. És hadd láttassa Isten velünk azt, hogy az a lélek van biztonságban, ami le van téve az Isten kezébe. Az, amelyik félelemben van, az, amelyik emberi megoldásokat vár, az nincs biztonságban. De aki az Úrban bízik, annak a lelke el van rejtve önála. Imádkozzunk!
Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te a mi lelkünket akarod biztonságban tudni. Uram, mi talán sokkal inkább féltjük a mi testi épségünket, de segíts, Uram, hogy felnyíljon a szemünk arra, hogy igazán az a fontos, hogy a mi lelkünk megmeneküljön. Kérünk, segíts ezekben a napokban megújulni az imádságban, a könyörgésben, a rád való odafigyelésben. Hadd imádkozzunk azért, hogy ajándékozz meg minket a józanság, a szeretet és az erőnek lelkével. Elhordozni azokat a dolgokat, amik előttünk állnak. Könyörülj meg rajtunk, Istenünk, hogy legyünk olyan gyermekeid, akik bizonyságot tesznek arról, hogy te élsz, és képes vagy megerősíteni bennünket. Így szeretnénk könyörögni az országunk vezetőiért, adj nekik bölcsességet, hogy bölcs döntéseket hozzanak. Imádkozunk az ápolókért, imádkozunk az orvosokért, mindazokért, Uram, akiknek oda kell állni, és harcolni kell a járványokkal szemben. Imádkozunk a gyülekezetünkért. Segíts, Uram, hogy megőrizzük a józanságunkat, megőrizzük a tisztánlátásunkat, és őrizd meg bennünket minden kételkedéstől, minden esztelenségtől és bölcstelenségtől. Adj erőt, Urunk, hogy ne szűnjünk meg könyörögni, ne szűnjünk meg kérni tőled, és ne szűnjünk meg erősíteni azokat, akik elgyengültek, bátorítani azokat, akik félnek, és bátorítani azokat, akik nem hisznek te benned. Kérünk, segíts bizonyságot tenni rólad minden helyzetünkkel, minden magatartásunkkal, hogy megdicsőjön a te szent neved. Így kérünk, hallgass meg a mi csendben elmondott imáinkat is. Legyen meg mindenben a te akaratod, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Úrunk Jézus Krisztus ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.